nagyon szeretek a szabadban lenni, és ábrándozok mindenféléről. Szia! Szia, Ánosa! Mi volt ezen egy iskolában? Semmi, minden jó volt, utána elmentem a sziklára is. Ez az én kis birodalmam, itt szoktam tanulni, gyakorolni, videókat nézni, kártyázni. Az apukám egyiptomi származású, én itt születtem Magyarországon. Pár éve apukám mutatott egy nagyon kis, egyszerű kártyatrükköt. Én is mutatok neki, de nem mondom el, hogy lehet. Jehja, gyere, mert el kéne kezdeni a szívás gombócot. Jeszín, Léci, hozd ide a tálcát. Mindenki szereti, ahogy én csinálom. Mi nálunk az ebéd úgy zajlik, hogy sokszor egyiptomi kaját eszünk, de sokszor európait is. Szívágom. Valakinek mindig jár a szája, nincs csend, soha sincs csend. Ügyes vagy. Igen, bossz. Mindenki használja az angolt, magyart és az arabot, vegyesen. Jaj, menjünk, gyakoroljuk egy kicsit. Jankával elég gyakran szoktam hegedülni, mivel nagyon sokszor lépünk fel. Nagyon jó a testvéremmel gyakorolni, mert kijavítja a hibáimat. Az én hangszerem egy több mint 300 éves olasz mesterhegedű, amit az olimpiai bajnok birkózó dédnagyapám adott a nagymamámnak, onnan került az anyukámhoz, és onnan pedig hozzám. Azt kívánom a testvéremnek, hogy legyen vele az erő.